Jó napot kívánunk, kedves nézőink! Soha ilyen későn nem kezdődött még a kamionos Európa-bajnokság, de most, május 22-én, illetve 23-án végre fölbögtek a motorok, és Szobi Balázssal, illetve az Oxo Racing-el a mezőnyben neki veselkedtek azok a 17-ek, akik az új szabályokhoz a leggyorsabban tudtak alkalmazkodni, és beneveztek az első idei Truck Race Európa-bajnoki futamra, melynek helyszíne az olaszországi Misano. A mai műsor természetesen a kamionversenyzésről és a magyar csapatról, az Oxo Racingről szól majd csak úgy, mint az összes adásunk az Európa-bajnokságról, de az első műsor bizonyos szempontból különleges is, hiszen a csapat még Mihelis Norbertet is meglátogatta, a VTCC kitűnő magyar versenyzőjét. Üsteni a fagylát Olaszországban. De nem csak ezért jött ide a csapat, bár persze a fagyit vétek volna kihagyni, hiszen csodálatos volt az út Rimini és San Marino környéke, a Gardató és végül ugye Monza. Az az aszfaltsík, amely ugyancsak óriási hírnévnek örvend, és ahol a túrautó világbajnokság mezőnye körözött az imént említett Mihelis Norberttel, őt Szobi Balázs is meglátogatta tehát. Az érdekessége ennek a megjelenésünknek itt, mert én is a Zengő motorsportban kezdtem el versenyezni 2007-ben, úgyhogy a kötődésem nem csak Norbihoz van, hanem meg a Zengő csapathoz is, úgyhogy nézzük meg őket. Hozzáteszem, az még egy sokkal kisebb járgány volt, hogy a Suzuki Swift kupában kezdte a pályaversenyzést Szobi Balázs, és ott vannak az ismerősök. Tehát Leon Európa kupában vitézkedő Weber Gábor, és persze elsősorban Mihelis Norbert. Balázs 2007 óta ismerem, és ő mindjárt az elejétől kezdve, hogy nagyjából közös nevezőn voltunk, mert sokat eljártunk együtt bulizni, meg ilyesmi. 2009 áprilisban, akkor Franciaországban voltunk együtt, és ott próbáltam neki segíteni, de az annyira más az a kamion, tehát vezetni is és bennülni, tehát ez a hatalmas tömeg meg erő, azt érezni az ember, az egyszerűen hihetetlen, mert beszélni azokról a számokról, hogy mit tudom, 1500 vagy 600 lóerő, azért mégis az ember elképzel valamit, és amikor beül, akkor mégis sokkal intenzívebb érzés. A gyors pénteki monzai kitérő után most már figyeljünk mi is Misanóra, hiszen ezt tette Szobi Balázs és az Oxo Racing is. És hát nem akármilyen nehézségek árán indult el ugye a csapat, hiszen itt az utolsó pillanatban voltak olyan technikai módosítások, hogy tesztelésre minimális idő volt, de hát erről nem sokára bővebben is hallunk majd a csapatfőnöktől, Jobbágy Ákostól, akivel ezt az egyórás összefoglalót végignézzük majd. Szóval nagy kapkodás volt, hogy csak egy valamit kiemeljek, hogy a komplet motorcsere péntekről szombatra virradólag. De hát az mondjuk nem meglepetés, hogy a szerviz nem alszik az éjszaka. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Igen, a szervizünk egy újabb feladatot kapott. Az ML Motorsport egy dízel pumpával lepett meg minket, ami egy új motorhoz volt installálva, ezért fejlesztést kipróbálva egy új motor cserével kezdtük a szezont. Essék egy pár szó a változásokról, most nem technikai értelemben, hanem a verseny lebonyolítása szempontjából.
talán a legfőbb módosítás az elmúlt évhez képest, az úgynevezett Super Pole bevezetése volt az időmérőkön. Ez egyébként a Formula 1-ben nagyon jól ismert, tehát azok, akik a lerövidített 20 helyett 15 perces első időmérőn a 10 legjobb időt produkálják, azok utána kint maradnak az aszfalton, és egymás között döntik el az első 10 hely sorsát. Kezdjük ezzel! Itt vagyunk az első időmérő után. Annyi változás lett a 2010-es évben, a Q1 és Q2-t hasonlóképpen, mint a FIA többi versenysorozatában bevezették a track race-ben is. A 15 percen belül, aki az első 10-ben benne van, az tovább jut a Q2-be. Ez sikerült, mert a 6. helyen sikerült zárnom a Q1-et, és utána átmentem a Q2-be, és ott viszont a 7. hely sikeredett. Arra kell törekednem minden egyes másodpercben, hogy a versenyek, amelyek a hátul ne törjön ki. Minden megteszek érte, de azért még tanulnom kell. És igazán sok kilométer nincs bennem. Én úgy látom, hogy ez fejlődőképes lesz, de én igazán örülök ez a 6.-7. pozíciónak, úgyhogy indul a verseny pár perc múlva. Szorítok, hogy jó legyen, és behozom ilyen pozícióban a versenykamion. A felhajtása szokásos, mint látható. Félreértések elkerülése véget, a hölgy egyébként teljesen mesztelen, és ez pedig már ugye a rajtrács minden verseny hétvégén. Összesen 4 futam van, 2 szombaton, 2 vasárnap, és az első 8 helyezett a napi első versenynél utána fordított fölállásban indul a rajtrács erejéről. Repülő rajt, itt nincsen változás. Tehát beszéljünk arról, hogy tavaly 10. lett Szobi Balázs, itt ugye említette a 6. helyet, a 7. helyet. Ez egy reális pozíció, mert tudom, hogy azért nagyon szerényen Ákos, ti megint azt mondtátok, hogy ez a 10, ez a minimális cél. Mi 10-ben szerettünk volna lenni, hiszen tudtuk, hogy szinte semmi teszt lehetősége nem volt Balázsnak. Itt a szabad edzésen a motorcseréből adódóan volt egy problémánk is. Egy kör tudott menni a Balázs a szabad edzésen, az autó azt érzékelte, hogy 60 km per óránál 160-nal megy, így letiltott a rendszer, így nem is tudtunk gyors kört menni. Őszintén szóval, de ez teljesen privát vélemény, én amikor meghallottam, hogy ilyen újításokat vezetnek be, most technikai szempontból mondom, arra gondoltam, hogy ez Balázsnak jó lehet tudni, ugye neki összesen volt egy fél meg egy teljes szezonja, a legnagyobb hátránya, ha lehet ezt mondani, az volt a többiekhez képest, hogy egyszer nem volt gyakorlatlan, de most a többieknek is mostantól a tanulópénzt meg kell fizetni, tehát valamelyest a különbség csökkenhetett a mezőny és Balázs között ebből a szempontból. Így van, abszolút jól látod, annyit tennék hozzá, hogy egy 5-6 évvel ezelőtt még ugyanilyen differenciál műves rendszerrel működöttek az autók, úgyhogy akik 10-15 éve benne vannak ebben a sportban, ahogy is az első 10-nek jó része a mezőnyből, az Erkovajnak mezőnyből, ők már tapasztaltak ilyen autóval való közlekedést, ilyen kamionnal való versenyzést, így nekik vissza kell csak állni, ugye nekünk ezt pedig ismét újra kell tanulni. Mint ahogy újra kell tanuljuk egy kicsit a mezőnyt is, ugye a 10. hely jelenti azt, hogy a 10-es rajtszámú fekete kamiont kell majd ebben az esztendőben figyelni. Azt az MAN kormányozza Szobi Balázs, a tavalyi Európa-bajnok David Vrösecki, a Freightliner pilótája, az 1-es rajtszám, Albacete spanyol, akit nagyon izgalmas hajrában vert meg tavaly a szezon végén, indul 2-essel, Jochen Hahn, aki ugye csapattársa Szobi Balázsnak, a Hahn Oxo Racing, így együtt indul, és érte nagyon jó eredmény tavaly, hiszen ugye ott voltatok a dobogó második fokán, és ez nagyon nagy dolog volt, tehát ő a 3-as, és 4-essel Markus Bösiger, és a Bösigerről beszélünk, és őt is látjuk, akkor ha nagy változásokról beszélünk, akkor a Renault gyári csapat megerősödése lehet az, ami nagy áttörés, azt hiszem ebben a szezonban. Markus Bösiger csapatot váltott, a Freightliner csapattól, a Bagira teamtől jött el, Európa bajnoki 4. helyzetként, és váltott a vadonatújonnan alakult gyári Renault alakulathoz, akik iszonyatos pénzt belepumpálva ebbe a sportba, hála Istennek, gyári szinten beszálltak, és egy új vadonatúj dizájnnal, vadonatúj csapatot fölépítve, gyári Renault alakulatként léptek be a track race sportba. És úgy látszik, hogy nem véletlen pumpáltak ennyi pénzt a kamionba, hiszen itt jön Bösiger és a csapatváltás mellett, és a rövid tesztidő ellenére úgy látszik, hogy ő lehet az, aki